Vannak emberek, akiknek az egész életük hosszú előkészület arra a feladatra, melynek elvégzésére megszülettek. Nem tudják, mire készülnek, és választásuk sincs. Sorsukon nem változtathatnak. Ez a történet apámról szól. Több mint 40 éven át, mintha arra a pillanatra készült volna, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Hős lett belőle, igazi magyar hős. És mint a magyar történelem során oly sokan, ő is nagy árat fizetett hősiességéért. Domonkos Miksa Budapesten született 1890-ben. Apai nagyapja rabbi, édesapja pedig kereskedő volt. Magyarország abban az időben az osztrák-magyar monarchia része volt, és apám tökéletesen beszélt németül. Németországban járt főiskolára. És 1910-ben, amikor az első traktorokat forgalomba hozták, a Caterpillar cégnél kezdett el dolgozni. Tehetséges szervező volt. Ez a képessége nagy hasznára vált a katonai szolgálat alatt. Amikor kitört az első világháború, a traktorokról és teherautókról szerzett tudását a frontvonalon hasznosította. Karpaszományosként kezdte, aztán zászlós lett, és végül főhadnaggyá nevezték ki. Többször megsebesült, de minden alkalommal visszatért az olasz frontra. A háború végén az osztrák-magyar monarchiát a szövetséges hatalmak felosztották, és Magyarország elvesztette területének kétharmadát. Közben jött a vörös terror és a proletár diktatúra 100 napja, ezt követte a fehér terror és Horthy Miklós hatalomátvétele. A háború után 1918-ban apám megházasodott, feleségül vette Rózsa Gabriellát. Bátyám Péter 1919-ben született, én pedig 1921-ben, és Anna húgom 1923-ban. Szüleim házassága hamar megromlott, válásuk után Anna anyánkkal élt, Péter és én pedig édesapánknál maradtunk. Néhány évvel később apám újra megházasodott, második felesége Szabó Stefánia lett. A lakásunk az Ó utcában volt, és apám hamarosan megint traktorgyártó cégek számára dolgozott. Akkoriban eleget keresett ahhoz, hogy megvegyen egy kis házat Rákos Csabán, és autót is vett. Apa jó iskolákba küldött minket. Iskolatársainknak közel egyharmada zsidó volt, és eleinte mindenki jól kijött egymással. 1921 és 1931 között Bethlen István volt a miniszterelnök, és ez az időszak békésen telt Magyarországon. Amikor az Amerikában kezdődő gazdasági válság 1929 után elérte Európát, ez Magyarországot is ugyanúgy tönkretette. Bethlen István 1931-ben lemondott, az új kormányok politikája pedig fokozatosan jobbra tolódott. ...1938-tól az egyik zsidó törvény követte a másikat. Apám elvesztette az állását, házról házra járó ügynökként kereste meg a kenyerét. Bátyám Péter nem mehetett egyetemre, csupán azért, mert zsidó volt. Így hát beállt egy villanyszerelő céghez, tanoncnak. És az iskolánkban a zsidó diákokat verték, kiközösítették, és gyűlölködtek ellenük. Az európai történelem forgószelében éltünk, és Németország hihetetlen sebességgel terjeszkedett. Amikor a náci Németország 1941-ben megtámadta a Szovjetuniót, szövetségesei csatlakoztak hozzá, az olaszok, a románok és mi, magyarok is.
A zsidókat is elvitték a háborúba, fegyvertelen munkaszolgálatra. Péter bátyámat 1942-ben vitték munkaszolgálatra, Ukrajnába. Ott is halt meg. Mindössze 22 éves volt. Engem is munkaszolgálatra vittek magas hegyek közé, ahol egyaránt dolgoztunk nyári forróságban és téli jeges hidegben. Később pedig áthelyeztek Budapestre, így ismét apámmal lehettem, mellette dolgoztam és segítettem neki. Magyarországon egyre rosszabbra fordultak a dolgok. Annak ellenére, hogy a zsidókat munkaszolgálatra vitték, és annak ellenére, hogy annyi törvényt hoztak ellenünk, sokan mégis mélyen elkötelezett magyarok maradtunk. Ez a kép nagyon beszédes. Édesapám és más tartalékos tisztek mind egyenruhában épp Isten tiszteleten vesznek részt a Dohány utcai zsinagógában 1942-ben. 1944-ben apámnak már nem volt munkája, és zsidó létére nem is remélhette, hogy munkát kapjon. Ekkor találkozott a pesti zsidó hitközség egyik vezetőjével, Epler Sándorral. Epler ismerte Domonkos Miksa érdemeit, bátor jellemét és szervező tehetségét. Azt is tudta, hogy Horthy kormányzó apámat tartalékos tisztként 1935-ben századossá nevezte ki. Domonkos Miksa így a hitközséghez ment dolgozni. A munkaszolgálatos alakulatokban lévő zsidók számára kezdett ellátást gyűjteni, és ezek szállítását is megszervezni. A Honvédelmi Minisztériumban találkozott Ocskai Lászlóval, aki szintén tartalékos katonatiszt volt, és elkezdtek együtt dolgozni. Apám tevékenysége következtében a gyűjtőhelyül kijelölt zsidó múzeum hamarosan megtelt takarókkal, konzervekkel és orvossággal. Aztán jött 1944. március 19-e, a német megszállás. Hamarosan a zsidókat országszerte sárga csillag viselésére kötelezték. Adolf Eichmann, a magyar kormány, a magyar közigazgatás, a magyar csendőrség és rendőrség segítségével villámgyorsan megszervezte 437 ezer vidéki és Pest környéki zsidó deportálását. Egyenesen a német megszállás alatt álló lengyelországi haláltáborokba. A budapesti zsidók deportálása június végén kezdődött. De Roosevelt amerikai elnök, 12. Pius pápa és 5. Gusztáv svéd király írásban fordultak Horthy kormányzóhoz, és közölték, hogy tudnak róla, mi történik. Horthy július 6-án engedett a nemzetközi nyomásnak, és leállította a deportálásokat. 1944. júliusában érkezett Budapestre Raoul Wallenberg svéd diplomata, aki hamarosan elkezdte a budapesti zsidók mentését svéd menlevelek kiadásával és később svéd védett házak létrehozásával. Néhány héttel később a szovjet hadsereg elérte Romániát, a románok átálltak a szövetségesek oldalára, és a szovjetek rohamléptekkel közeledtek Magyarország felé. Horthy kormányzó ekkor megpróbált kilépni a háborúból. Miután Hitler erről tudomást szerzett, október 15-én lemondásra kényszerítette. Így kerültek hatalomra a nyilas keresztesek. Náluk kegyetlenebb gyilkosokat elképzelni sem lehet. A nyilasok Szálasi Ferenc vezetésével magyar zsidók tízezreit hajtották a halálmenetekre. Pesten pedig 75 ezer embert zsúfoltak a város szívében található gettóba, mindezt röviddel azelőtt, hogy a szovjet hadsereg ostromgyűrűje bezárult Budapest körül. Ebben a nehéz helyzetben játszott apám, Domonkos Miksa nélkülözhetetlen szerepet, mintha a gettó polgármestere lett volna. A pokol polgármestere.
Miközben katonák őrizték a gettót, apám minden nap felvette az egyenruháját, kifényesítette rajta a gombokat, és elindult dolgozni, hogy életeket mentsen, embereket védelmezzen, élelmet hozasson. Sárga csillagot sosem viselt. Domonkos Miksa magyar királyi honvédszázados volt. És az emberek így is kezelték. Egyszer egy német őrmester fegyverrel a kezében megjelent az irodájában, és követelte, hogy a zsidó vezetőkkel beszélhessen. Apám kivette a fegyvert a kezéből, és ráparancsolt. Ön most egy magyar királyi honvédszázados előtt áll. Nekem itt csak jelenthet. És kidobta. Domonkos Miksa sokszor szólt egyik vagy másik régi katona barátjának, hogy segítséget kérjen. Ami kevés élelmiszert össze tudott gyűjteni, azt a hitközség munkásai szétosztották. Orvosi rendelőket létesítettek, ahol egyszerű ellátásra volt lehetőség. Saját rendőrséget szerveztek meg a rend fenntartására a gettóban. És a halottak eltemetéséről is gondoskodtak. Például a Dohány utcai zsinagóga udvarában. Domonkos Miksa együtt dolgozott Raúl Wallenberggel is, aki svéd állami védettséget igazoló menlevelekkel látott el sok zsidót. A svájci Karl Lutz ehhez hasonló zsidómentő tevékenységet folytatott, ugyanúgy, mint a pápai nuncius és még mások. Ocskai százados a zsidó gimnázium épületében helyezett el egy zsidó munkás századot, és mentette meg így körülbelül 2000 zsidó életét. És apám kapcsolatban állt még Szalai Pállal is, aki összekötő tiszt volt a budapesti rendőrség és a nyilas keresztes párt között, és elkezdett ő is életeket menteni. Ocskai, Szalai azon kevés magyarok közé tartozott, akik nem nézték tétlenül, hogy a zsidókat fenyegették, verték és gyilkolták nem csak a németek, hanem saját magyar honfitársaik. A szovjet hadsereg elérte Budapestet, és a gettót 1945. január 18-án felszabadította. Gyönyörű fővárosunk Budapest háborús romhalmazzá vált. Mostoha anyám egy svéd védett házban volt, és apámnak sikerült megmentenie Anna húgomat is. De édesanyámat nem találtuk meg. Fogalmunk sincs, mi történt vele. Raúl Wallenberg szovjet tisztekkel találkozott, aztán soha többé nem látta őt senki. Talán a moszkvai Jubjanka börtönben ölték meg. A háború után apám még egy ideig a zsidó hitközségnél dolgozott. Tildy Zoltán köztársasági elnök és Dínyés Lajos miniszterelnök pedig kitüntették mindazért, amit a háború alatt tett Magyarországért. De Domonkos Miksa túl sokat látott és túl sokat élt át. Elfáradt, kimerült és 1950-ben lemondott. Magyarország pedig, egykor Európa szerves része, addigra sztálinista diktatúrává változott. A szovjetek érezték a nyomást, amit Wallenberg eltűnése okozott. 1952 nyarán Szalai Pált elhurcolta az államvédelmi hatóság, az ÁVÓ. Hetekig kínozták, azt követelték tőle, hogy vádolja meg apámat, és a szintén a zsidó hitközségnél dolgozó Stöckler Lajost Raúl Wallenberg meggyilkolásával. Szalainak nem volt választása, vallott ellenük. Apámat és Stöcklert 1953. áprilisában letartóztatták. Mindez már Sztálin halála után történt. Domonkos Miksát, az első világháborús kitüntetett katonát, a budapesti gettó hősét 6 hónapig próbálták a kommunisták kínzással vallomásig hajtani, egészen addig, amíg már semmi sem maradt belőle. Akkor feladták.
1953. novemberében, amikor világossá vált, hogy meg fog halni, kitették a börtönből egy kórházba. 1954. február 25-én meghalt. Apámat, Domonkos Miksát a zsidó temetőben temettük el. Két évvel később a magyarok fellázadtak a szovjet diktatúra és a kommunisták ellen, de ez sokat nem segített rajtunk. Az elbukott forradalom elesett hőseit nem messze apám sírjától temették el, csak egy fal választja el a sírjukat. De mi, magyarok, néha elég kemény fejűek tudunk lenni. Talán emiatt történt, hogy 1989-ben én is aktív szerepet vállaltam a politikában. A Magyar Demokrata Fórum egyik alapító tagja lettem. Sokat tanultam apámtól. Néhányan talán vezetői képességekről beszélnének, én nem vagyok abban biztos, hogy ez egy találó meghatározás lenne. Apám mindig helyesen próbál cselekedni. És amikor minden nap bement a budapesti gettóba, nem volt más fegyvere, mint az elegáns egyenruhája a csillogó kitüntetésekkel. Tette a dolgát, a feladatot, melynek elvégzésére megszületett.